nyugdíjas előadók léptek fel a strandon, kerékpáros ügyességi verseny, útlezárás lesz szombaton, rengeteg szemetet gyűjtöttek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 19-én 18 óra 5 perckor. Az Akácsliget gyógy- és strandfürdő 8. alkalommal adott helyet a kétnapos országos nyugdíjas művészeti fesztiválnak a Napsugár Nyugdíjas Klub szervezésében. Szombaton a megjelent fellépőket a szervezők nevében Márkus Ica magyar nóta énekes klubvezető, a fürdő nevében András István ügyvezető és az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester köszöntötte. Ezután a színpadon kezdetét vette a sok szép produkció. Én azt hittem, hogy sokkal jobban örülnek, vagy egyáltalán nem tudom, hogy fogalmazzak, mert 1600, 1700, 1800 fővel jöttek mindenkor, minden évbe. Most képzeljétek el, 700-an vagyunk, és olyan nehezen jöttek a jelentkezések, hogy el voltunk keseredve, hogy ez most a pandémiának a következménye, vagy sokszor halljuk, hogy még nincs vége a fertőzésnek, idős mindenki, nyugdíjas félnek, vagy a jóisten tudja, hogy miért végül is összejöttek. Az ország szinte minden tájáról jöttek, de kevesebben. Szegedről is, vannak Székesfehérvárról is, Záhonyból is, úgyhogy tényleg mondom mindenhonnan, és olyan színes, szép műsor szoktak adni, van most is jelenet, táncdal, operett, néptánc, cigánytánc, apácasó. Akkorban már nagyon-nagyon sokan egyedül maradnak. Nagyon-nagyon sok, én azt hiszem 100%-ban nem tudom, hogy mennyi, de sokkal-sokkal több a nyugdíjas asszony, illetve az özvegy asszony. Mondjuk ők jobban mennek otthonról, mint a bácsik, mert azt hiszem, hogy ebben a korban már mondhatjuk, és boldogok, hogy járnak különböző klubokba, vannak programok, vannak országos minősítések, vannak kirándulások, mint ahogy mi is csinálunk, állandóan kirándulás. Most is majd szeptember végén lesz a 3-4 napos nagy utunk, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezek mind életbe tartják a nyugdíjasokat, meg egy kis boldogsággal töltik el őket. A két nap alatt a szervezők az ország számos településéről várják a nyugdíjas csoportokat, akik énekelnek, táncolnak, vidám jelenetet adnak elő, vagy épp szólóban mutatkoznak be produkciójukkal szépkorú társaik és a fürdő vendégek előtt. Úgy táncolna, ha délután esetleg kint leszek és látjátok, a kánkánt, a cigányt, az pedig igen-igen ütemes, úgy ropja mindegyik, hogy csak ámulunk, és akkor szoktam is nekik mondani, hogy érdekes, hogy még mikor megjöttetek, nyávogtatok, és most meg sehol semmi, és azt mondják, hogy most nem, de holnap alig tudom majd lábra állni. Márkus Ica klubvezető és 54 segítője nagy örömmel várta két év kihagyás után a szépkorúakat. 54-en vagyunk, a dalkörben 18-an vagyunk, és érdekes módon, amikor taggyűlés van, akkor 10-12-en hiányoznak. Mindig odáig is vagyok, hogy miért, mikor taggyűlés van, akkor sok-sok mindenről kell beszélni. Mi az, hogy nem jönnek? Miért hiányoznak? De valahogy mindig kimagyarázzak, hogy miért késtek, vagy miért maradtak távol. Ugyanakkor, ha azt mondom, hogy meg kell oldani, és itt kell, ott kell, amott kell helytállni, mindenhova jut ember. Mi most is 3 vagy 4 embert ugye betettünk az ajtóhoz, aki fogadja a vendégeket, utána elkísérik őket az étkezdébe, az öltözőbe, vigyáznak a dolgaikra, nehogy valami probléma legyen, a színpadhoz vezetik a vendégeket, innen elvezetik, tehát tényleg meg van szervezve, mindenki szívvel, lélekkel hozzáteszi a munkát.
A mostani találkozó azért is rendhagyó még, mert a házigazda karcagi csoport fellép mindkét napon. Sok fellépésünk van, hála jó Istennek, és képzeld el, hogy délután fel fogunk lépni. Most Pantéldikorin felhívta a figyelmünket, hogy az ATV itt van két napig Karcagon, és pontosan itt fognak forgatni délután, és az a kérés, hogy legalább a házigazdákat akkor már vegyék fel, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon gyorsan telefonáltam, e-mail, stb., hogy hozzák a szép fellépő ruhájukat, úgyhogy 4 óra után fel fogunk lépni, és holnap délbe terveztük. Aztán Kenteresre van megkívásunk, Szolnokra van megkívásunk, Tiszakürtre van megkívásunk, csak győzzük. Bár a fürdő az év 365 napján nyitva van, de ez a rendezvény a májusi-nyári szezonnyitó is egyben. Ezt már Andrássy István mondta, aki szívesen ad helyet minden alkalommal a szépkorúak művészeti találkozójának. Hosszú szünet után, a járványhelyzet miatt, hál' Istennek most már ez elmúlt, és így meg tudjuk tartani a országos nyugdíjas művészeti találkozót, amely 8. alkalommal kerül megrendezésre. Mi január 1-től december 31-ig nyitva vagyunk, és a nyári szezon az május 1-től kezdődik, de a nyári szezonnyitó rendezvényünk tulajdonképpen mindig az országos nyugdíjas művészeti találkozó. Mondjuk a bejelentkezés, ami a rendezvényre jelentkezések, az most kisebb számban lesz, tehát azért a járvány még jelenleg is megvan, csak már most azért kisebb mértékben. De a látogatottságunk például, hogyha a fürdőre vonatkoztatva, ott nem látszik meg. Azt is megtudtuk, több kulturális és sportprogrammal várják majd a nyáron a fürdőzőket. Már vannak bejáratott, hogy így mondjam, rendezvényeink, akár gondolok itt az Akácsliget napra, vagy országosan a Strandok éjszakájára, vagy az őszi záró, a gyár végi záró rendezvényünk, például a motoros találkozó, de menet közben még más rendezvényeket is fogunk tartani, akár nőutaműsor, vagy filmvetítés, meg még egy-két dolgot, ami még majd meglepetés, meg ezután fogjuk majd megkérdetni. Szepesi Tibor polgármester megköszönte a szervezést a Márkus Ica vezette csapatnak. A fellépőknek sok sikert, a hallgatóknak jó szórakozást kívánt, és arra kérte a vendégeket, jöjjenek vissza más alkalommal családjaikkal is városunkba, akár a fürdőbe, akár rendezvényeinkre. Újra megrendezésre került a kerékpáros ügyességi verseny a Karcagi Rendőrkapitányság épülete előtti útszakaszon. A verseny részleteiről Bakóné Tóth Éva rendőrőrnagyot kérdeztük. A világjárvány után újra megrendezésre kerülhetett a kerékpáros ügyességi verseny a Karcagi Rendőrkapitányság épülete előtt. Minden évben megrendezésre kerül tavasszal a kerékpáros ügyességi verseny. Sajnos 2 éve a vírus helyzet miatt ezt nem tudtuk megrendezni, úgyhogy idén kerül 2 év után ismét megrendezésre, örömünkre, illetve a gyerekeknek az örömére. A verseny a gyerekek kerékpáros ügyességét, valamint a kerékpáros szabályok betartását hivatott hangsúlyozni. Ilyenkor a gyerekek kerékpáros ügyességi versenyen vesznek részt, akadályversenyt építünk ki nekik, illetve tesztet töltenek ki, ami a kerékpáros szabályok betartására hívják fel a figyelmet, hogy kell közlekedniük, hogy biztonságosan hazaérjenek. Az eseményen 2 verseny is zajlott, amelynek egyik része az ügyességi, a másik pedig egy kressz verseny volt. A mai napon 2 verseny kerül megrendezésre, a kerékpáros iskolakupát és a Kiamester 2 keréken elnevezésű gyerek kerékpáros ügyességi versenyt rendezzük meg a gyermekek részére. A versenyen minden karcagi iskola képviseltette magát. Sajnos egyelőre csak a karcagi iskoláknak tudunk biztosítani lehetőséget, hogy ezen a kerékpáros ügyességi versenyen részt vennek. Ugye helyhez vagyunk kötve, ők tudnak itt megjelenni és gyerekek kerékpárral versenyezni. Minden iskolából sajnos a korlátozott anyagi lehetőségeinkhez képest 10 gyereket tudunk fogadni, így kb. 50 gyerek vesz majd részt a versenyen mai nap. Ahogy Bakóné Tóth Éva rendőr őrnagytól megtudhattuk, az eddigi versenyekhez képest a gyerekek jobban szerepelnek, és a szervezők fejlődést tapasztalnak. Minden évben jobban teljesítenek, ügyesebbek, a kresztesztben is ügyesebbek, odafigyelnek, amit tanulnak a felnőttektől, vagy amit tanulnak a iskolarendőrtől az előadásokon, illetve a tanárnők is, amit átadnak a részükre. A hétvégén a Családi Nap és első karcagi veterán jármű kiállítás nevű rendezvény lesz városunkban, ezért útlezárásokra kell számítani. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2022. május 21-én szombaton 6 órától 18 óráig a Családi Nap és első karcagi veterán jármű kiállítás nevű rendezvény biztonságos és zavartalan lebonyolítása érdekében a következő útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani.
lezárásra kerül a Kálvin utca, a József Attila utca és a Püspökladányi út közötti szakasza, a Szabó József utca, a Kálmán utca és József Attila utca közötti szakasza. 14 óra 30 perctől veteránjármű felvonulás lesz a következő útvonalon. Kisújszállási út, Tesco körforgalom, Vasút utca, Széchenyi sugárút, Szent István sugárút, Temető utca, Kórházút, Madarasi út, Kálvin út. Kérjük, közlekedjenek óvatosan és körültekintően, áll a Diriné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár közleményében. Óriási mennyiségű szemetet gyűjtött össze a közút. A Föld napja alkalmából és a Teszed kampányhoz kapcsolódva 367 helyszínen több ezer közutas munkavállaló 350 tonna szemetet gyűjtött össze a közút, az utak és pihenőhelyek környezetében, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT a Karcak televízióval. A Magyar Közút Nonprofit ZRT az országos 32 ezer kilométeres közúthálózathoz tartozó területeken egészében folyamatosan ütemezetten végzi a személygyűjtési munkákat. Általános tapasztalat, hogy az országos közutak menti pihenőhelyeken található, az utazás során képződő kis mennyiségű hulladék gyűjtésére szolgáló konténerek kukák mellé gyakran helyeznek ki bútort, hűtőt, háztartási hulladékot és főleg erdős területen illegálisan kidobott sitt, elektronikai, de akár veszélyes hulladékot is. Írják a közleményben. A társaság 95 mérnökségének szemétszedési tevékenysége során évente egy kisebb megyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű szemetet gyűjt össze az országos közutak mellől. Ez évi 1,5 milliárd forintos terhet jelent a cég számára. Amíg a közútkezelő erőit ezek a munkák kötik le, kevesebb forrást tudnak fordítani az utak üzemeltetésére és fenntartására, emelték ki. A Magyar Közút a járványhelyzet okozta szünet után azért tartott az idén már két akciónapot is, hogy felhívják a figyelmet a teremtett környezet védelmére, szemléletformálásra ösztönözzék a tiszta Magyarországért. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!